Köszönöm szépen a szót, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. A mai napon azért gyűltünk össze, mert lezárult Magyarország legnagyobb szabadidős sportrendezvénysorozata, az 5 próba Tokióba rendezvénysorozat. Ez a rendezvénysorozat egy évvel tovább tartott a tervezetnél, és azért ültünk még ezen felül össze, mert el is indul Magyarország legnagyobb szabadidős sportrendezvénysorozata, az 5 próba Párizsba rendezvénysorozat. És hogy tényleg néhány adatot mondjak, 26 ezeren regisztráltak az 5 próbára, és itt pontokat lehetett gyűjteni, bizonyára sokan tudjátok, sokan gyűjtöttek is, és a 60 pont az egy ilyen különleges pontszámot jelent, mert 60 pontnál ilyen melegítőre jogosult mindaz a versenyző, aki elérte a 60 pontot. Ezen felül 60 pont azért is egy vízválasztó, mert azt ígértük, hogy azok az emberek, akik a 60 pontot elérik, azok közül 24-en el fognak menni a tokiói olimpiára. Ez ugye nagyjából lehetetlenné vált, nem mi miattunk, hanem egyszerűen nem engednek be nézőket, ezért hosszas viták után az 5 próba stábja, vezetősége azt a döntést hozta, hogy a pekingi téli olimpiára fognak elmenni azok az emberek, azok a szerencsés emberek, akiket kihúzunk, 19 ember sorsolással és kategória győztesek, azok pedig alanyi jogon fognak a pekingi olimpiára eljutni. Tehát ebből a 26 ezres létszámból, illetve hogy kb. 1500-an, kicsit több mint 1500-an teljesítették a 60 pontot, látszik, hogy ez tényleg egy nagyon komoly rendezvénysorozat, és nyugodtan mondhatjuk, hogy az egész ország összefogott érte. Hiszen bevontunk nagyon-nagyon sok sportszervezőt, évente ilyen 120-150 sporteseményen lehetett már 5 próba pontot gyűjteni. A rendőrség az 5 próba eseményeket ingyenesen biztosította. A MÁV az féláru jegyeket biztosított azoknak, akik 5 próba rendezvényre MÁV szerelvényekkel mentek le. Én azt hiszem, hogy ez tényleg egy akkora esemény sorozat, hogy ezt hiba lenne abba hagyni, és nem is volt ilyen szándékunk. Ugye előbb említettem, hogy lezárult május 31-én az előző, hát nem 4, hanem 5 éves olimpiai ciklus, és most júniustól el is kezdődött, már lehet gyűjteni az 5 próba Párizsba akcióra a pontokat. 50 ezer főt szeretnénk elérni az elkövetkező időszakban, és annak érdekében, hogy ezt az 50 ezeres létszámot ezt el tudjuk érni, azért néhány változtatást megbeszéltünk a szervezők az elkövetkező időszakra. Az egyik legfontosabb, ami eddig is így volt, de most sokkal jobban szeretnénk hangsúlyozni, hogy sokkal erőteljesebben szeretnénk megszólítani az elkövetkező időszakban azokat az embereket, akik nem sportolnak rendszeresen. Most itt a COVID-járvány megmutatta, hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy jobban odafigyeljünk az egészségünkre, hogy minden nap rendszeresen mozogjunk. Láttam egy felmérést, aki hetente 2,5 órát mozog, ez nem egy olyan nagy szám, annak az egészségben eltöltött várható élettartama 4,2 évvel növekszik. És így az 5 próbával szeretnénk rásegíteni az embereket, egy kis motivációt adni, hogy ez a heti 2,5 órás mozgás összejöjjön. És igazából ezzel szeretnénk egy kicsit változtatni, és ezért kértünk fel olyan 5 próba nagyköveteket, akikre nem legyintenek az emberek, hát Kis Gergő, hát könnyű neki, hát gyerekkorától mozog, már úszóhártyák nőttek az ujjai között óvodás korában is, és hát meg a Storzbotond is itt van, hát ha ők biztatnak arra, hogy mozogjak, akkor azért nem érzek olyan nagyon erős késztetést. Úgyhogy szerettünk volna felkérni olyan nagyköveteket is, akikről úgy sokkal inkább elhiszik az emberek, hogyha ők mozognak, akkor ezt mi is meg tudjuk tenni. Nagyon fontos célkitűzésünk, hogy új sportágakat is, vagy legalább egy új sportágat behoztunk. Ugye az elmúlt időszakban 7 sportág volt, a futás, a túrázás, az országúti kerékpározás, hegyi kerékpározás, úszás, kajak-kenu evezés és a triatlon, és most egy új sportággal is bővül a pontszerzési lehetőség, ez az új sportág pedig a görkorcsolyázás lesz. Görkorcsolyázni nagyon sokan szeretnek a fiatalabb korosztályokban, úgyhogy lesz majd Velencei tó görbekorcsolyázása és más görkorcsolyás sportágak is, úgyhogy reméljük, hogy újabb célcsoportokat el tudunk érni ennek köszönhetően.
átalakítottuk a pontrendszert is. Nem olyan jelentős az átalakítás, de azért érzékelhető. Tehát az új pontszámítás az a következőképpen szól. Az első 60 pontig 15 pontonként lehet motivációs ajándékokra szert tenni. 15 pontnál, 30 pontnál, 45 pontnál és 60 pontnál jár az első ajándék. Utána, mivel már olyan emberekről van szó, akik már rendszeresen mozognak, hiszen 60 pontot csak úgy lehet elérni, a pontszámok úgy alakulnak, hogy ezt követően már csak 20 pontonként fog járni, 120 pontig, és a 120 pont fölötti területen pedig már csak 30 pontonként. Ugye az volt az elsődleges célkitűzésünk, hogy az idei, vagy ebben az 5 éves ciklusban elérjük azt, hogy legalább 2000 embernek tudjunk melegítőt adni, de az a helyzet, hogy a Covid az nagyon keményen közbeszólt, és az elmúlt 2 évben alig-alig tudtunk szabadidős sporteseményeket rendezni. Viszont szerintem ez a Covidnak egy pozitív hatása, hogy elindítottuk a geogo.hu-t, és nagy központilag szervezett versenyektől függetlenül is lehet próbákat teljesíteni. Ezt szeretnénk megtartani a jövőben is, és nagyon bízunk benne, hogy a geogón teljesíthető túrák száma az elkövetkező időszakban folyamatosan növekszik. És hogyha ezt mindezt összerakjuk, akkor én nagyon bízom abban, hogy az olimpiai 5 próbával hozzá fogunk tudni járulni ahhoz, hogy a magyar társadalom éljen egészségesebben, mozogjon többet, figyelje jobban oda az egészségére, miközben a próbákra készülnek az emberek, aközben még mozogjanak többet, és ezzel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy Magyarország egy egészségesebb, boldogabb, környezettudatosabb és mozgásban gazdagabb életet éljen. Köszönöm szépen!